Az eredeti terv szerint egy új épületet szerettek volna építeni, de az építőipari árak növekedése miatt végül inkább egy már meglévő épületkomplexumot alakítottak át a nagyhalászi zöldség-gyümölcs feldolgozó üzem számára. Orosz Károly Zsolt polgármester elmondta, az önkormányzat 15 millió forint saját forrással járult hozzá a 226,4 millió forintos beruházáshoz. Emellett tárgyalásokat kezdtek a piaci értékesítés előkészítése érdekében. A cél az, hogy a szintén gyümölcstermesztő Ramocsa háza, Tiszadada és Gyula háza nagy halásszal együtt közös márkát hozzon létre. Az első nagy feladaton túl vagyunk, és úgy gondolom, hogy ez a második része, a piackutatás, a piacszerzés lesz a legnehezebb, de erre már korábban elkezdtünk tárgyalni olyan önkormányzatokkal, akik hasonló terméket állítanak elő, köztük Ramocsa háza, Tiszadada, Gyula háza. Ragányi Róbert polgármester úrral már közel egy éve erről beszélünk, hogy hogyan, mit lehetne, hisz neki már tapasztalatai voltak ezen a területen, és egy ilyen nyírségi helyi termékként eladva igyekszünk majd egy nagyobb piacot megtalálni, és a piacot kielégíteni majd ezekből a termékekből. Réti Pál helyettes államtitkár kiemelte, hogy a kormány 2019-ben egy olyan gazdaságfejlesztő programot indított, amely támogatja a vidéki települések szociális és gazdasági hátrányainak csökkentését, munkahelyeket teremt, valamint segíti a vidéki lakosság megtartását. A belügyminisztérium jelen pillanatban mintegy 200 településsel dolgozik együtt, amelyből 72 település Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ezekben a fejlesztésekben potenciálisan 72 település érintett, és ebben is 26 település szerepel az első négy ütemben. Az első ütemben Barabás, Nyírkécs, Őr, Győrtelek, Levelek, Szamosszeg, Ramocsaháza, Petneháza, Gyulaháza. A második ütemben Búj, Gávavencsellő, Nyíribrony, Laskod, Nyírtas, Káló, Semjén, Tornyospálca, Tyukodi és Nagyhalász. A harmadik ütemben Nyírjákó, Csenger, Dombrád, Döge, Záhony, és a negyedik ütemben pedig Ófehértó, Nyírmegyes és Tiszalök települések, tehát Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nagyon komoly erőt képvisel ebben a programban. Román István kormány megbízott úgy fogalmazott, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az ország élelmiszer raktára. Ez különösen igaz a gyümölcs termesztésre, hiszen a KSH legutóbbi adatai szerint Magyarországon az összes almatermelés 61%-át, a betakarított megy mennyiségének pedig mintegy 25%-át Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében termelték. Korábban is mindig mondtuk magunkról, azt a megyéről, hogy mi az országnak az élelmiszertára, élelmiszer raktára vagyunk. Ez valóban így is volt, és reméljük így is lesz. Ami nem mindegy, hogy egyre több feldolgozó üzem valósul meg a megyében, közfoglalkoztatás keretében, belügyminisztériumi programok keretében, a vidékfejlesztési program keretében. Tehát amit a földeken megtermelünk, azokat fel is tudjuk dolgozni, és így nyilvánvalóan munkát tudunk adni az embereknek, és egy magasabb értéket tudunk létrehozni. Nem beszélve ezeknek a termékeknek a zamatáról, ezeknek a termékeknek a nagyon magas minőségéről. Sikeresen zárult a próbaüzem. A tervek szerint szeptembertől már többek között a helyben termelt almából készítenek gyümölcslevet Nagyhalászban.